Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a hétvégi szerelmi jóslás. Én már a három kérdőjeles jóslásban említettem, de megismétlem magamat, hogy mennyire hideg van most Mallorca szigetén, ami nem jellemző, hogy -grádot mérnek itt. Nagyon át vagyunk fázva a férjemmel együtt, mert itt a házakat másképp építik, mint Magyarországon. Itt nincs meg ez a szigetelés. Átfúj a szél, magasak a falak. Nem lehet igazán úgy befűteni, hogy kellemes meleg legyen. 8 grád van jelenleg a házban. Tegnap este 5-öt mértünk, 5 fokot. És így nagyon melegen vagyunk most öltözve, és elég kellemetlen ez a hideg, de ez az időjárás is elmúlik, ez az évszak elmúlik, és majd tavasztól süt a nap, és akkor kellemesebb lesz itt a környezetben, vagy a házban. Itt az udvaron még melegebb van, mint a házban, tényleg még kint kellemesebb, mint itt, pedig fűtünk. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A pénteki napra ezek a kártyák utalnak. Itt mindkét képen a botok láthatóak, és a botok jelentik a tűz elemét. A bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket, a mozgást, néha utal türelmetlenségre is. Itt a 4-es szám azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra is, és számára is a biztonság érzete. Az anyagiak terén, a munkahelyen, a párkapcsolatban, de valami fogva tart benneteket. Itt van egy szűkös helyzet, de megvan itt a bátorság, megvan az életerő, hogy kilépjetek ebből a helyzetből. Ez olyan, mint a felszabadulás érzete. Na, végre valamit magatok után tudtok hagyni, ami eddig úgy fogva tartott benneteket. Itt lesz egy jó ajánlat. Valaki átnyújtja ezt az arany érmét. Ez lehet anyagi segítség, ez lehet egy munkahelyi ajánlat, vagy a párkapcsolatban jelenti a belső értékeket. És itt kinyílik ez a kapu, ezek lesznek a lehetőségek, kezedbe veszed a dolgokat, és lesz itt mozgás, lesznek változások. És a szombati nap itt látható. Ez a férfi itt a képen lehet a te lelki társad, de lehet az is, hogy így ez a tartásod. Vagy nálad van ez a helyzet, vagy nála van ez a helyzet, vagy mindkettőtöknél. Itt is a 4-es szám ugyanúgy, mint itt, azt jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete a párkapcsolatban is, de az anyagi biztonság, vagy a munkahelyen egy biztos munkahely, és hajlamosak vagytok most arra, hogy azt megtartsátok, amit ismertek. Féltek a változásoktól. Holott itt ez a kártya így is, vagy úgy is változásokra utal. Tehát valamit el kellene engedni. Az is lehet, hogy ő kicsit makacs, és nem akarja azt, hogy megbeszéljétek a dolgokat, vagy hogy legyen változás. De ez a változás jön, akár akarja, akár nem. És itt ez az angyal mutatja a belső egyensúlyt, itt meg lesz a harmónia. Amikor én ezt a képet megnézem, és ez a kép azt jelenti, hogy valamit fogva akartok tartani, én mindig megemlítem azt is, hogy bizonyos dolgokat jó, ha fogva tartunk, mert szükségünk van rá.
de bizonyos dolgokat el kell engedni, ami akadályoz abban, hogy javuljon a helyzet. De lesz lehetőség, hiszen meg lesz itt a belső egyensúly, itt lesz a mozgás, a változások, az egyik partot elhagyjátok, lesz egy új irány, az új part ugyan még nem látható, de jó irányban haladnak a dolgok. És vasárnap itt láthatóak a kelyhek, és a kelyhek jelentik az érzelmeket. Itt a múltról van szó, ez lehet gyermekkori emlék is. Egy kis nosztalgia van ezen a képen. Itt egy fiatal férfi utalhat egy fiatalabb férfire, de jelenti azt, hogy akkor is, ha idősebb, olyan bizonytalanan, kis lépésekkel közeledik hozzád, de kimutatja az érzelmeit. És te ismered ezt a férfit a múltból, itt vannak közös emlékek a múltból. És ez a világ jelenti a szerencsét, amikor boldogok vagytok, amikor a legszívesebben átölelnétek az egész világot. Amit a világ itt még jelent, külföldi kapcsolatok vagy utazások. Bizonyára feltűnik az a képen, hogy itt van a négy elem, a tűz eleme, a levegő eleme, a víz eleme és a föld eleme, és ezek jelentik az évszakokat is, tavasz, nyár, ősz és tél. És a négy évszak az jelent egy évet. Lehet, hogy ez a férfi visszatér a múltból, és egy évvel ezelőtt találkoztatok utoljára. De ez az egy év jelentheti a jövőt is, hogy egy éven belül lesznek itt kapcsolatok, utazások. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!